Előadást tart pécsi középiskolásoknak a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára. Azbej Tristan pénteken mutatta be a fiataloknak, hogyan segítik a Közel-Keleten vagy éppen Afrikában a keresztény közösségeket, akik üldözésnek vannak kitéve szülőföldjükön. A kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, az számokkal oly módon fejezhető ki, hogy a világon napjainkban 360 millió olyan ember van, akiket a keresztény hitük miatt diszkriminálnak, vagy üldöznek, fenyegetnek terrorszervezetek. Naponta 16 embert gyilkolnak meg a keresztény hitük miatt, évente közel 10 000 keresztény intézményt ér a világon támadás. Az államtitkár az előadás utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy Ukrajnában is jelen vannak. A Hungary Helps programon keresztül a magyar kormány nem csak az üldözött keresztényeket segíti, hanem más válságövezetekben szenvedő közösségek tagjait is. Éppen ezért a Hungary Helps programon keresztül a magyar kormány az elmúlt 2 hónapban több mint 2 milliárd forint értékben juttatott el segélyszállítmányokat, illetve támogatott karitatív akciókat a háború sújtotta Ukrajna területén. A program megismertetését a megyei önkormányzat is segítette. Úgy gondoltuk itt Baranya megyében is, hogy fontos az, hogy egy ilyen fontos missziót és szolgálatot teljesítő programot, amelyet a magyar kormány indított, de mindannyiunk közös programja, hiszen a magyar adófizetők forintjaiból támogat és finanszíroz az ország, annak a tapasztalataival, az elért eredményeivel itt Baranyában, Pécsett is megismerkedjenek az itt élők. A mai előadást elsősorban a fiataloknak szerveztük. Közel 300 fiatal hallhatott pénteken a programról, az üldözött keresztényeket segítő akciókról. A különböző pécsi középiskolákból érkezett diákok több csoportban követhették az államtitkár előadását. A Hungary Helps 2017-ben indult, és a világ 50 országában segítette a keresztény közösségek megmaradását.